Igen. Jól látjátok, van táskám. Igen. Sajnos nem tudjátok megnézni, milyen sötét van kint. Most nem tudok fölállni. Fáradt is vagyok már. Este 10:30, már bőven elmúlt. És... Igen. A szemfülesek már észrevették a változást. A múltkori videóhoz képest. Jó, ezek mondjuk a lenyésző létszámba lesznek. A múltkor még ott tartottunk, hogy 1, 2, 3, 4 számítógép van. Van egy laptopnak nevezett kinyithatós vacak, persze. A modern laptopok azon sok köze nincsen, de ennek ellenére valamiért hibátlanul működik. Azért csinálom ezt a videót, hogy este 10:30 után bőven. Jó rég néztem már meg, mennyi az idő. De full sötét van, minden házban le van oltva a lámpa, és amikor elmegyek előttem a horkolás is hallatszik. Majd megyek kifelé, meg bezárom azt az egész helyet, mert már elfáradtam. Ennek is oka van. Megy a ventilátor, mert most arra kellett rájönnem, hogy eléggé ilyen vizesedési problémák vannak itt, mert ezt onnan látom, hogy van egy csomó papírdobozom, meg itt mondjuk van egy könyv is, ez ilyen alátét. Szóval vannak ilyen papírdobozaim, és mintha nedvesebbek lennének. Pedig az nem vízítató miatt van itt. Ezek ilyen intő jelek, ezekre érdemes lesz majd odafigyelni. Na szóval, visszakanyarodva a videó témájához, csak bevertem a lábam borzasztóan. Sok bajom van, mi? Na, az a helyzet, hogy van változás, van. Mert úgy van, hogy itt volt nekem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab számítógép házam, amiben 1, 2, 3, 4, 5-be még táp is van, tehát áramelosztó is van benne. De nem volt alaplapom. De minden másom van. Van. Processzorom, memóriám, vinyóm, DVD-rom, még egy pár billentyű degeret is tudtam volna keríteni, de nem volt főalkat részem, alaplapom. Ezért elkezdtem keresgélni a közösségi oldalak egy-két én szerintem zsákutcának nevezhető részén, és találtam egy olyat, hogy 478-as alaplapok pár ezerért. Volt ott valami kép, hát mondom, nagy bajom nem lehet, üzenni ingyen van, mondta Mark Zuckerberg. Nem biztos, hogy jól mondom a nevét. Na, Márkó mondta, hogy üzenni ingyen van, fél világ elhitte. Na, mindegy, üzentem neki, hogy először is hello, én volnék, de kéne alaplap. És kiderült, hogy ez nem magánszemély, hanem egy műhelyszerűségi, javító hely, ahol foglalkoznak régebbi dolgok átvételével, cserével, javításával, nyomtatóval, minden. Egy űrhajó leszállna az udvarra, akkor azt is meg tudnák javítani valószínűleg, és a régebbi lomokat, azokat, amiket már nem nagyon keres senki, nem érik el az úgynevezett alapvető teljesítményt, ugye Windowsról van szó, nem érik el a limitet, nem lépik meg, nem ugorják át a lécet. Tehát ilyen kicsit lassabb, egyszerűbb, kevésbé rakéta jellegű alkatrészekről van szó. Ezeket neveztük közösen lomoknak, és egy pár nappal ezelőtt, már teljesen összefolynak a napok, tehát azt sem tudom, hogy mi van. Egy pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy jó, akkor gyere, és akkor ezeket a lomokat ingyen elviheted, mert te úgyis felajánlod majd rászorulóknak, és az de jó, mert nekik ez már csak lom,
és azért hirdették meg, hát ha valaki ezért pénzt fog adni, de ez is zsákutcának tűnt. Úgyhogy találkoztam vele, és abban a pillanatban fölemeltem a telefont, hogy halló, halló, valaki jöjjön segíteni. És akkor fölemeltem a telefont, akkor azt mondtam, hogy fogy az energia, jöjjön valaki, fogyik az energia. Igen, ez egy régi idétlen reklámnak volt az energia, csak eszembe jutott, hogy felhívtam valakit, és hát valami autóval, vagy valamivel jöjjön ki, és az volt a baj, hogy egyetlen ismerősömet sem tudtam elérni, mindenki más csinált, nem volt elérhető, meg más bajok is voltak, mindegy. Az a lényeg, hogy összeállított nekem egy ilyen 20 kilós dobozt, ez is ilyen papírdoboz, összeállított egy ilyen 20-valány kilós papírdobozt, persze kiderült, hogy sokkal több, és tele raktuk alaplappa. Igen. Itt látjátok mögöttem egy részét. Na, itt van, alaplap, és másnapra, ez volt tegnap, tehát tegnapra az egyik ismerősöm, nevező, mit tudom én, Zoltánnak, ez egy jó név, nem? Zoltán? Jó név az. Mindegy, ne ezzel lovagoljunk. Tehát Zoltánnak nevezett egyén üzent a Facebookon, hogy tegnap ilyen-olyan dolgom volt, de ma már ráérek, és akkor megyek segíteni. Ingyen. Úgyhogy innen is köszönöm szépen a úgynevezett Zoltánnak. Ugye tudja, kiről van szó, ez evidens. Többiek meg nevezzék Zoltánnak. Az a lényeg, hogy oda ment egy kombi autóval, ami mondjuk így nem ilyen koszos lomokat kéne szállítson, hanem fenköltebb dolgokra kéne használni, de ő jött és segített. Úgyhogy az összes maradék volt, ami eszébe jutott ennek a lomos, lomeltávolítós kollégának, az összes lomot betettük ebbe a kombi autóba, és a kombi autóval megálltunk itt a műhely előtt, és mondta ez a egyén, akit most ugye Zoltánnak hívunk, hogy akkor megjöttünk, és akkor nyisd ki az ajtót. Na, ott derült ki, hogy nincs meg a kulcs. Nem tudtam lejönni a műhelybe, se. És itt volt egy ilyen, én nem akarok túlzásba esni, 50 kiló számítógép alkatrész. Mondom, drága, mi volt a neve? Zoltán, légy szíves itt a pár utcára lévő lakásnál, csak tedd ki az autóból, és így is már rengeteget segítettél, és köszönöm szépen. Ez volt tegnap. Ezen a helyen, ahol vagyok, ezt az önkormányzatnak az egyik, mondjuk így segítője, mondta, hogy ezt a pince részt én használhatom műhelyként ingyen, akkor, ha ingyen dolgozok, mondjuk így a köznép javára, és ő neki van egy segítője, ez egy hölgy, és őt fölhívtam, hogy hát nincs meg a kulcsom, mert A, B és C bajok vannak, meg D, E, és emiatt nincs meg a kulcsom se, meg más se, ebbe most nem menjünk bele, ez egy teljesen más sztori, és hogy kellene a pótkulcs, és amit csak tudott félredobva, sietett a segítségemre, természetesen egy elfoglalt asszonyról van szó, és így is be tudta iktatni a napi sűrű teendője közé, hogy gyorsan ide szaladjon, és odaadja a pótkulcsot, hogy tessék itt a pótkulcs, csak ugye majd akkor kell belőle fénymásolni, ugye, nekem, és ugye az eredeti, ami itt van, az ugye, majd megy vissza ide a pót kulcsok tartójába, és most nyugodtan mondtam, hogy nincs itt egy darab óra sem, most nem tudom megnézni az a vackon se az órát, de én már bőven hiszem, hogy elmúlt más, tehát 11 óra is, nagyon fáradt vagyok. Az egész videót, most fogjátok megérteni, miért csinálom az egész videót. Az egész videót azért csinálom, este 11 van, már mondtam, tudom, de kész vagyok.
Kész vagyok a lomok áthordásával ide. Tehát, ez a videó, most a leltár, most mi az, ami most van, mi az, ami rendelkezésre áll, esetleg mi az, ami hiányzik, nem fog. És hogy most hogy állunk per pillanat, jó? Jó, tudom, elrontottatok 10 percet az életetekből, de ti vagytok ilyen dilók, hogy ezt az idétlen videót nézitek. Na, most jön az a rész, amire az egész videót elkezdtem. Megmutatom, hogy miből mi van, és hogy mennyi. Jó? Ezt kikapcsolom, mert ez a ventilátor azért megy, mert kikapcsolom, nem mértem az időt, körülbelül 4-5 perc alatt így folyik rólam, meg bárki másról, aki ide lejött, a víz. Ez egy víz esés, de mert esik a víz, nem? Na. Szóval, kikapcsolom a klímát, az ugye itt van. Kicsit fáradt vagyok már. Már nehezen mozgok már. De lássuk, jó? Lássuk. Na. Hol a fenébe kezdjem? Ja, igen. Először is elosztok, én vagyok a hatlábú farkas, viszont elvileg már százszor mondtam, ezt se számoltam, becsült érték, köszönöm, nem kívánt részt törlendő, per hozzáadandó. Na, itt van alul a 1, 2, 3, 4 plusz egy laptopnak sem mindig nevezhetünk készülék, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek már föl vannak telepítve, üzemkész, vihető, rakható, stb. Ez frankó. Most ez a sarok az, ami kicsit megváltozott, a kicsit, az természetesen idézőjelben van. Kezdjünk el számolni. A számolást úgy kell érteni, hogy nehezen fogom tudni elmagyarázni, mert nem mindenki ért hozzá, próbálom úgy fogalmazni, hogy értse már meg az is, aki nem szakmabeli. Ja, mi az, hogy szakma? Be tudja kapcsolni a számítógépet, és tud kattintani az egére hármat. Igen, ezt már szakmának hívják. Van egy jó pár barátom, aki ezt már szakmának hívja. Tehát most jön a számolás. A számolás azt fogja tartalmazni, hogy összesen mennyi van. Az összesen mennyi van, az nem egyenlő azzal, hogy mindegyik hibátlanul működik. Ezek lomok, tehát elképzelhető, hogy valamelyik nem megy, ez egy sajnálatos esemény lenne. Nagy esély van arra, hogy mindegyik jó, ez körülbelül olyan 60-70-80%. Ezt most én mondom, semmiféle számadat erre nincsen. Ezek mind-mind becsült értékek, jó? Tehát, kezdjük a számolást. Ez elég nehéz ügy. Tehát, 1, 2, mögött az a lila a 3, jó? 4, 5, 6, ezen is proci, de ne aggódjatok magam. Tehát 1, 2, tényleg nincs mögött a másik. Nincs. Na, akkor még egyszer. Nem tud számolni. Matek, egyes ül le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó? Van egy másik? Másik polc, persze. Alsó polc. Ez eddig 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-os. Jó? 16 darab alaplap van, némelyikben még memória is van. Kemény. Oké, menjünk tovább, jó? A 16 alaplap az azt jelenti, hogy ide most 16 számítógép háznak kéne lennie. Ez nincs. Oké, következő. Monitorok rész. 1, 2, 3 LCD. 4, ugye ez CRT. 5, 6 monitor. Ezek is csak összes adat, jó? Komplett számítógépek. 1, 2, 3. És az üres házak, amiben csak számítógép áramelosztó van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eddig megvan? Jó. Itt van egy barna doboz. Kicsit koszos, meg barna. És tele van minden idétlenséggel. Na. Ez, vagy 50 billentyű, meg vagy 70 egér. Úgyhogy innentől nem lesz szerintem olyan gondom elég sokáig, hogy küldjetek billentyűzetet vagy egeret, mert van ám most már aztán mózsna. Külön ellenőr... Ja?
Így fejjel lefelé. Ó! Na! Most tudom, hogy a Japánban lennék, nem? Mert nekem azt mondták általános iskolában, hogy aki Japánban lakik, Japánban él, Kóreában, Kínában, olyan távol-keleti helyeken, annak nem megy a fejébe a vér, hát az fejjel lefelé van, nem? Ezt egy általános iskolai tanár mondta. Úgyhogy most rövidesen éjfél van, tehát Kínában, Koreában, meg a föld másik felén, mindjárt dél van. Tehát most náluk ilyen világosság van. Juhú, most van nappal, juhú, na jó, adjuk ezt a hülyeséget. Ez nem ide tartozik. Tehát kaptunk rengeteg számítógép főalkatrészt, ez alaplapnak hívják. Videokártyák már eddig is volt, processzorok eddig is volt, meg fogom tudni tölteni. Tápom is van, most monitorból is van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jó, tudom, már számoltam, nem baj, még egyszer megszámoljuk. Tehát 6 darab monitorunk van, ebből 3 lapos, 3 duci. Igen, hát nem mindenki eszi azt a norbiskaját. Ez csúnya volt. Na, viszont kaptunk olyat, azt sem fogod elhinni. Megmutatom, figyelj. Nem úgy mutatom meg, csak illusztrálom, jó? Itt, hogy az Aladdinban volt, hogy illuminálom neked a lehetőségeidet. Ezt most nem kellett érteni, jó? Lapozzunk. Azért mozgok ilyen furcsán. De tényleg nem tudom fővenni egy kézzel. Na mindegy, képzeljétek el, jó, itt van rajtam. Ez mikrofon. Halló, halló, figyelem. Aki rossz, azt megmérem. Ez meg fejhallgató. Jó, hát kicsit hiányos a szivacs rész. Rátszel luxozol egy zoknit, édesfiam. És a másik szivacs sem a VIP kategória, nem? Viszont cserébe, haver, jó, kicsit olcsó, egyszerű, működik, jó? Mikrofon, hangerőszabályzó pump, jól működő mikrofon, egész tűrhető kis fejhallgató, és ingyen van. Na, ebből kaptuk egyet, jó, nem sok, azonban kaptunk ilyet. Ezek aktív hangfalak, ebből van egy, a párokat fogom mondani, jó, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 pár hangszóró, jó? Tehát 6 teljes pár hangszóró van. Na az a helyzet tehát, most visszatérve, százszorok is egy a vége, le kell ülnöm, mert egész nap pakoltam. Jaj, ezt nem is mondtam, hogy... A műhelyben történő élet, ami itt van, az nem csak úgy van. Hát ezt nehezen tudjátok elképzelni. De reggel fölkelek, reggel 6-ra megyek dolgozni, de ott már fúrni kell kalapálni 6-kor. Ilyen 3 és 4 óra között végzek, attól függően, hogy mennyi a teljesítmény, meg mennyi a... Hát most nem menjünk bele. Hazamegyek, család, feleség, gyerekek, bevásárlás, és amikor minden megvan, akkor jöhetek ide, vagy írhatom az idétlen regényemet, hogy mennek a farkasok, azt csapkodják a gyíkokat, meg a... sok állat van benne, hidd el. Na szóval, a műhely élet munka és család után van. Szó szerint a szabadidőből veszem el. Jó, tudom, ezt nektek talán nehéz megérteni, a többséghez beszélek. Nektek olyan nincs, hogy szabadidő, mert reggel fölkeltek, éltek, este lefeküdtök. Erről szól az élet, nem? Lehet, hogy nem. Szóval időbeosztás, kicsit rá kéne gyúrni. Jó? Tehát vége van a mindennapi teendőinknek, ezeknek a hősöknek, mint például a nagymester, aki tanított engem, és utána a szabad idejéből el tud venni ennyi-annyi időt, mert úgy osztottam az idejét, hogy itt kicsit így, kicsit úgy, kicsi fél óra ide, kicsi oda, stb. Ebben nem menjünk bele, majd akit érdekel, úgyis nem lesz ilyen. Na, rengeteg mindenem van, és kezdődhet a munka. Itt. Ja, ezt nem mondtam. Azt is egyedül. Mindent. 80... Olyan fáradt vagyok, azt tudom, ez hányadik videó. Nem tudom. Itt nézzétek meg a videó alján, hát mit tudom, hagyjatok békén. Na, szóval
11 van, vagy éjfél van. Menjen, menjünk kifelé, azt megmutatom. Hát már a tücskök is így alszanak. Egyik se ciripel már. A sávszélesség meg ilyen. Hú, mert senki nem letezik, mindenki nem aludni. Szóval... Az a cég, ami Csepelen bont, újraépít, hasznosít, újrahasznosít, tesz, vesz, rakosgat, azt úgy hívják, hogy 3D Hardware BT, Kft. ZRT, nem tudom micsoda, ezen a vagy 3D Hardware, és amikor mentünk lefelé a lépcsőn, akkor kérdeztem, hogy a legjobb példa, figyelj. Ugye, alapképzés, ez egy hardware, tehát mentünk lefelé a lépcsőn, a mester meg én a hülye, mentünk lefelé, na de mester, hát ez mi az, hogy 3D hardware, ez mi? Hát van olyan 2D-s hardware, hogy csak egy lap, ugye a lapnak is a vastagsága, de mondjuk, hogy 2D-s hardware, hogy tényleg csak egy kétdimenziós sík, hogy ja, hát ez nem azért van. Hárman alapítottuk ezt a műhelyszerűséget, ezt mondta ő, és mind a hárman az adott iskolába a D osztályba jártak. Az egyik a harmadik D-ben, a második, a negyedik, mindegy. Tehát D osztály. És ezért lett a 3D-s, így lett a 3D-s hardware, na? Hatalmas, nem? Nem ez hatalmas ez a név, meg az idétlenség, hanem az embertelen munka, amit ott végeznek. Tehát én itt senki vagyok az a munkához képest, amit ők el tudnak vállalni. Jó, annyi előnyük talán van, hogy munkaidőben csinálják, én meg nem. Tehát tényleg ilyen fogyatékos, nem? De az hatalmas az a munka, amit azok megcsinálnak. Tehát... Hát én néztem, hogy te hülye vagy, be se bírnám vállalni. Tehát bementem a műhelybe, most itt nincsen CD. Már hozok CD-t, már annyit kellett itt mutatnom. De egy darab CD-t is tényleg. Rá volt írva a CD-re, hogy Internet Explorer 4. Egy eredeti IE4 telepítő CD volt ott a polcon. Hát ez... Hát elég találkoztunk, hál' az Istennek. Rá szóval... Jól tudom, nem kell szidni az Internet Explorer 4-eset, tudom, hogy régi, meg tele van hibával, tudom. De ha az nincs, akkor már nincsenek úgynevezett szuper böngészők. Jó? Tudom, hogy régen tele volt a bolt nagyon-nagyon lassú dolgokkal, és ma már az nem ér semmit, és hogy az értéktelen semmi, nem. A régi dolgok, ha nincsenek, akkor ma nincsenek új dolgok, nem? Ha régen nem csinálják meg a lassú számítógépet, mint Commodore, meg ZX Spectrum, meg úgy tudom én, Videoton TV játék, így magyarul. Ha azokat a vackokat, ugye, nem csinálják meg az akkori nagymesterek, a vezetőmérnökök, akkor ma nincs olyan, hogy i9, meg AMD, Ruz... De fáradt vagyok. Az Rizen. Már megyek haza aludni, jó? Egy darabon kísérjétek el, jó? Lekapcsolom a lámpát. Összeszedem alatt ilyen szatyrom, amiből áthoztam ezeket, hogy nem áll két kezem, mert farzsebben hozzak egy ekkora alaplapot, jó? Na, gyertek! Jaj! Na, fáradt vagyok. Szia, Klíma! Hello, Skók! Holnap is jöttök? Nem biztos. Sőt, biztos, hogy nem. Ó, itt de milyen sötét van itt. Várjál, sőt, a szatyrokért jöttünk. A szatyrokat, itt van egy ilyen kijárat. Várjál, mindjárt kinyitom. Figyeld, milyen fény van kint. Na, látod? Ha nem déli 12 van, ne aggódj. Ó, megint van tücsök ciripelés, nem biztos, hogy halljátok. De van. Most kidobtam a szatyrokat, várjál. Kikapcsolom a klímát, ezt a kintit. Jaj, hát nekem van kinti klímám is, vagy benti klímám is. Ne viccelj már, kettő. Na, zoomolj rá. Kettő klíma van. Na, van egy benti fehér, meg egy kinti fekete. A Black Edition. Jó, van már, fáradt vagy már ilyen hülye viccelődéshez. Jaj, ezt nem... Á, majdnem elfelejtettem.
négy betűs számítógép gyártunk, nem A betűvel kezdődik, D mint Dániel, négy betűs, figyeld. Ez az eleje. Felnyitod. Nagyon nehezen nyílik. Na figyelj! Ez egy ilyen front panel-szerű bemenet. A következőket tudja, figyeld. Fejhallgató kimenet és USB. Hol a mikrofon? Te csávó! És ezen... Most csuktam vissza. És ezen még a nagymester is röhögött, hogy ilyen amatőrök vagytok. Hát a hangkártyát előrehozom, az kettő lók. Nem egy. Világos? Amatőr banda. De azért amatőröket nem szeretjük. De tudod mit? Számítógép ház, be lehet tenni az új alaplapokat, hardvereket. Hely jó, elő csak felgató lesz. De lehet színni nyugodtan a D betűs gyártót, jó? Nem dickhead. Ez már sok betű, ez négy. Jó? Na, kulcs. Most rácsaptam a saját seggembe. A kulcs. Na kell ez a kulcs. B kulcs. Vizecském elfogyott. Ja, itt nincsen olyan csap, meg ilyen dolgok. Nincs, felepsd el. Na, most jön az a rész, amit mondtam az előbb. Kísérjetek ki. Ja? Na figyeld, leoltom a lámpát, és oda a világosba ki fog menni. Nem romlik el a telefon, jó? Figyeld. Na most jó lenne mondjuk nem pofára esni például, az így király lenne. Meg például jó lenne, hogyha... Jó, jó, már. Na, itt vagyok már kint. Na, most már láttok. Remélem. Ide leteszlek titeket, jó? Hallgassátok a tücsök címlését. Tessék. Szembe veletek a tér. Hallgassátok. Nehogy elaludjatok közben. Megkeresem a kulcsomat. Az úgynevezett pótkulcsot, amit majd le kell fénymásolnom. Becsukom az ajtót. Ez egy régi. Ezt a mindenit. Közben ütni is kell, meg különben nem zárom mindenit. De nehezen szárodik. Mindjárt csak erőködöm egy kicsit. Ja, ezt mindig így kell zárni. És így kell nyitni. Nem egyszerű. Elég vacak. Azt kell mondja, elég vacak. Na, mindjárt összeszedem magam. Beteszem az vizet. Összeszedem magam. És vizecskémet összeszedem. Na, hagytek, most már megyünk haza, jó? Jó, az egész úton nem foglak itt titeket cipelni, mert nagyon nehezek vagytok is. Meg van más bajom is veletek. Jó, mindjárt megyünk, csak kikerüljük itt a dolgokat. Meg hónom alatt be van csapva a táska. Most már forgalomban vagyunk. Ezek az utcát megvilágító lámpák. Csak eddig el kell jönni. Ez itt a Ady Endre út. Azért van ilyen nagy fény, mert itt már van a forgalomnak ilyen lámpája. De aztán megyünk vissza a lakótelepre, ott megint nem lesz fény. Na, úgyhogy az egész sztorinak az a lényege, hogy eltűnt egy nagy csomó minden, köztük a kulcs is, és a drága hölgy visszahozta a pótkulcsot a sok teendője ellenére, valahogy bebírta tenni, hogy ő odajöjjön. És odajött, és odaadta a pótkulcsot, hogy tessék. Odaadta a pótkulcsot, az van most nálam, és akkor azt hétfőn, vagy valami ilyes kedden vissza kell neki adnom, és akkor annyi időm van, hogy addig lemásoljam a kulcsokat, és akkor megoldjam.
Úgyhogy hétvégén kulcsmásolás, meg mit tudom én. Ja, meg szombaton munka van. Ezt nem is mondtam, ugye? Akár. Pedig van szombaton munka. Jó szar. Azért van szombaton munka, hogy tudjak egy kis pénzt keresni. Lehetőleg teljesítményes munka. Az úgy jó lenne. Na, úgyhogy ennyi volt ez a videó mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. És még mindig nem ott tartok, hogy értem, hogy miért néztétek meg. És jobb dolgotok tényleg? Na, úgyhogy szépen megyek haza. Ez innen körülbelül még 2 perc, csak már. Már megyek, bedőlök az ágyba. Jó, nem ilyen koszosan, mert ugye lefürdök, meg mit tudom én. De, ja, meg még ennem is kéne valami. Nem emlékszem, mikor ettem. Ja, 11 órakor? 10-kor? Ja, de az az ebéd volt, ja. 10 órai. Közben egyfolytában megyek. Azért nem látjátok az arcomat egyébként, mert megmutatom, figyeld. Ez az utca világítása, hogy itt láttok. Ja, hogy nincs? Igen, na. Itt fölött, pont fölöttem van egy, de utána megint egy ilyen 50 méterig megint nincs egy darab sem. Tehát ilyen foltokban van világítás, többi összijágás nincs. Na, úgyhogy az a helyzet, akkor 100 szóra is egy a vége. Visszajött az összes alkatrész, ugye a 3D hardvernek köszönhetően, mert kitakarították, kisöpörték a lomot, én meg pont ott voltam, hogy elkapjam a szemetet, valami ilyesmit kell elképzelni. Egy bogár fejjel lefelé repül a betonon, a beton felé. Itt van előttem a földön. Nem biztos, hogy láttátok, de azt csinálta a bogár, hogy fejjel lefelé is szántotta a betont, mert ő ilyen betonszántó bogár, és hogy ő repülni akart a beton irányába. Ott viszont van egy hatalmas patkány. Na, az viszont meleg. Nem patkány, süni. Az egy süni. Hogy tudtam összetéveszteni? Süni-müni. Onnan lehet felismerni, hogy ilyen nagy tüskés háta van. Na, ilyet sem láttatok még, sünike. Szia, süni! Itt van a süni, pont ahol a telefon. Süni-müni! Most meg sem mer mozdulni, mert ő most beolvad a környezetbe is. Természetesen. Itt nem mondtam nektek, nem hisztek nekem. Itt nagyon sok állat van. Na, megyek, jó éjszakát, sziasztok! Aztán most jön a legnehezebb rész, tudom, ez a méregfogának az egésznek. Itt milyen jó lámpa van. Na, milyen jó fényben vagyok, mi? Hú, ez nagyon lapos duma volt. Na, szóval, most jön az egésznek a méregfoga. Tudjátok, amit mindig utáltok. Most már van alkatrészem. Most jön az a rész, hogy családokat kéne nekem keressen akárki. Jó? Nem számítok túl nagy segítségre, de hogyha esetleg arra jártok, akkor légy szíves, szóljatok rászoruló családoknak, hogy van ingyen számítógép. Ja? Úgyhogy sziasztok, majd a legközelebbi videóban találkozunk. See you in next time!